Szeretettel köszöntöm a drága testvéreimet, halleluja, dicsőség az Úrnak. Nagy boldogság van a szívemben, hogy az Úr építi a gyülekezetet, és ő tolja befelé a tagokat, Uram Istenem, hogy egybe kapcsolódjunk Szent Szellem által. Ahogy az ige is mondja, ha beleszülettél és újjá születtél, abban a szellembe születtél bele, akit Úr Jézus fölött támasztottak. Ez a Szent Szellem. Szent Szellem nélkül halott az ige, Szent Szellem nélkül semmi nincsen, Szent Szellem nélkül üdvösségünk sincsen. Ez nagyon-nagyon fontos, és kedves testvéreim, a mai napon a tanítás arról fog szólni, a Jézus eljöveteléről. De tudjuk azt, hogy a Jézus Krisztusnak három eljövetele van. Három. És itt szeretném megemlíteni a Dombó Zsolt testvéremet, ez a belvárosi gyülekezetnek a vezetője, tanította Jézus eljöveteléről, és Isten ezt a tanítást elém hozta. Szeretném mindenkinek elmondani, és erre kontrázik most Tóth Tibor ezzel a tanítással, ami nem helyén való volt, amit a Zsolt tanított, és ez nagyon-nagyon fontos, mert a bárányok, ha félre vannak vezetve, és nincsenek felkészítve az utolsó időkre, hát ott nagy pánik lesz, nagy bajok lesznek, és nem kerülnek a mennyek országába. Ahol azt tanítják, hogy dőj hátra, és a bajok elől az Úr fölvisz bennünket, a nyomorúság elől, ez nem fedi a valóságot, ez egy hazug tanítás. De én hiszem azt, maga a Zsolt is nem hazudni akart, hanem nem jó a látása. És ehhez csak Szent Szellem által lehet ugye ezeket a látásokat úgy értelmezni, ahogy a mennyei atyánk akarja. És én ezt szeretném helyre tenni. Miért? Elmondom ezt nektek, mert ugye már több vezetővel mentem úgy szembe a tanításaival, és most megint ugye a Dombó Zsoltot hoztam fel, mert a tanítását néztem, ez hogy történik, ezt szeretném mindenkinek elmondani, mert ez nem is egy hálás feladat, mert attól ugyanígy le tudnám tanítani, de ki kell mondani nevet, miért? Mert ott rengeteg sok bárány van, aki nézi az ő tanításait. És ha nem jók a tanítások, akkor a rengeteg sok bárány, vagy a pokolba fog fölébredni, nincs fölkészítve, és így tovább, és így tovább. Mert a kereszténység élet nem erről szól, hogy dőj hátra. Ilyet soha, ne, ha sehol nem olvasunk, hanem mi szellemi harcban vagyunk folyamatosan. Kivel? A mi ellenségünk az ördög. Az Isten fiainak és Istennek is. És azon munkálkodik, hogy lerombolja a hitedet, bűn legyen az életedbe, és ő fog jönni majd érted, és viszi a lelkedet a pokolba. Na és ez egy nagyon nagy a tét. És ez a tanítás elém jött. Érdekes egyébként. Most hogy tudom, Isten tolja elém ezt a tanítást. Hát én nem akarom, nehogy azt higgyétek, beírom itt ennekről a tanításokat, azt mondja, nem ki mit tanít. Nem, engem abszolút nem érdekel. És ugyanígy volt ez a Dombó Zsoltnak a tanítása, Jézus eljövetele. Na, mondom, rákattintok, mit beszél. És akkor ott éreztem szellememben, hogy meg tudom, hogy ez nem fedi azt a valóságot, hogy majd a bűnök, meg a csapások elől fölvisz, stb. Látszódott, hogy ezt nem igazán érti, nem a Szent Szellem jelentette ki neki, és én hagytam is az ügyet, mondom, jól van, hagyjuk, nem is négyre. Menjek tovább. Nem volt béke a szívemben, hogy én azt kikapcsoltam. És azt mondja az Úr nekem. Szóval, ha most te nem reagálsz rá, az igaz tanítás nem nyomod le, az a sok hívek, akik azt hallgatják, az mind a pokolba ébred fel. Hogy marad. Szóval Isten serkent engemet arra, és hozzá elém ezeket a tanításokat, már megint hozott kettőt olyanokat, akik nagyon híresek Magyarországon, de semmi köze nincs az igaz tanításhoz. Kemény a helyzet. Miért? Tudjuk azt, hogy teológiát hiába végeztél, attól még a Szent Szellem nincs az életedben, és a tanítás nem fedi a valóságot. Ezért. Tudjuk a Szentírásból, hogy Úr Jézus Krisztus a tanultakat megszégyeníti, ilyen írástudatlan Pétereket hívott, te halászokat. Mert neki az kellett. Nem, akinek már 8 diplomája van, és ugye eleve sok esetben az ego is növekszik, ő különbnek érzi magát, mint a másik, és így tovább. És az Úr meg a leggyengébbeket hívta, hogy a bölcseket megszégyenítse, írja az ige.
Ezt csak azért mondom el, mert nekem sincs 8 diplomám, de az Úr használ engemet a utolsó idők tanítására erőteljesen. S ő hozza elém ezeket a tanításokat, ami nem fedi a valóságot. Szeretjük mi ugyanúgy a Dombos Zsoltot, ő is Istennek embere lehet, csak ezt nem jól tanította. Ellenkívül mit tanít, ő dolga, én nem lesem. Nem nézegetem. Nincs nekem erre időm, hogy a Magyarország sok hamis tanítóját nézegessen. Hanem amit az Úr elém jön, azt muszáj megnézni. Erre is háromszor kattintottam rá, mert nem akartam nézni. Na ennyit előzetesbe, és mivel sokan vannak, akik azt hiszik, hogy ez kritizálás, ezt is tegyük helyre. Már ugyan egyszer helyre tettem, de nem mindenki nézi mindegyik tanítást. A kritizálás azt a testi ember csinálja. Hogyan is? Római levél második fejezet első igevers leírja. Ó ember! Ki vagy te, hogy a másikat ítéled? Jézus is mit mond? Szemedbe gerenda van, a másikban a szákát észrevezed. De ez a testi keresztény, hogy kritizálgat. Ott még ő maga sincs újjá születve, ahelyett, hogy hallgatna. De viszont. Aki újjá van születve és Szent Szellem által van, már is mondom az igét nektek. 1 Korintus 2.15 ezt írja. Szellemi ember azonban mindent megítél, mindent, de ő senkitől sem ítéltetik meg. Miért? Mert az Istennek az ember. És Isten az utolsó időkre és mindig is választott ki olyanokat, akik tanítsanak. Azt mondja az ige, akit én elhívtam először, megtisztítom, és utána állítom ki, hogy tanítsam. És azt mondja az ige, ne törekedjetek a tanítói posztra, mert számon lesztek kérve. Na most a hamis tanító, ha több millió embert a pokol mélyére vezet a széles úton, akinek az igazságot tanítja, az feddő tanítás, lehet, hogy sokszor nem esik jó annak a mocskos léleknek, aki bűnös. Tudom, meneden én is keresztül mentem. Hú, hányszor besértődtem régen, hanem még hányszor, mikor az igazat a fejemre tolták. Igazok volt, nem? Ha te egyszerűen bűnös, akkor nem mondhatja azt, hogy milyen szent vagy. Nem? Mert akkor hazudik. Szóval, kedves testvéreim, és még azt tisztázzuk, hogy akit megítélünk, most ebben az esetben a Zsoltnak a tanítását, nem elítéljük. Ne keverjük össze a kettőt, mert ez a farideusi tanítók összekeverik ám. Ne ítélkedjenek! De nekem nap mint nap ítélkeznem kell arról, hogy igaz a tanítás, vagy nem igaz. Ezt meg kell ítélnem, nem? Na most, ha nincs bennem a Szent Szellem, aki igen alapján ítél, nem ám az Úr, ez olyan szimpatikus, ez rendben van, az meg rend, nem így működik ez. Hanem a tanítást kell megítélni, és nem az embert elítélni. Jöjjön ki belőle, szívlelje meg, ő is nézzen utána, amit én most tanítok. És ha nem igei, akkor nyugodtan ő is ítélje meg engemet nyugodtan mindenki megítélhet. Az ige mércéjén. Amen? Na ennyi volt a előzetes. Azt mondja, az Isten igéjében előforduló proféciát megértésére a Szent Szellem kinyilatkoztatása elengedhetetlenül szükséges. Ha a Szent Szellem nem igazolja le, amit te tanítasz vagy gondolsz, felejtsd el, az övezetű van. Vagy a te buksit pattant ki. Az eleve nem lehet jó. Mert nekünk nem buksi, testi kereszténynek kell lenni. Okosak vagyunk már, két teológiát is elvégeztünk. Mindenkit okosabbak vagyunk, ha semmit se értünk. Tudjátok, milyen sok ilyen vezető van? A következő tanításokban fogok rá reagálni, mert az Úr megint elém hozott. Már 40 évet tanít, de olyan badarságokat, amit ő összeszed 40 éve már nyugdíjas vezető vagy mit tudom ki, és butaságokat tanít hallod. De most nem akarok vele foglalkozni. Menjünk tovább. A proféciák Isten üzenetei az ember elsősorban a választottai számára. Ugye sokan vannak az elhívottak, írja az ige. Kevesen a kiválasztottak. Már Úr kiválogat minket ám. Te fekete ruhában vagy, még maradj nyugodtan neked, még a csapások lennek, itt maradsz, és itt tovább. Ilyen a mi Istenünk, közben mindenkit szeret ám, akit itt a csapásokkal, és azt is szereti, de nekik az végig kell érni. Ótra neki 50-60 év, hogy megtérjen, ő nem. Elment a templomba, vagy a gyülekezetbe, az jól tücsörgött, az jól van.
Ettől nincs megtérés. Nem ez a megtérés. Persze a tanításokkal is nagy baj van ezekben a gyülekezetekben. Azok haltatják le az embereket. Ülj le, dőj, hátra, szeret az Úr, megyünk a mennyek országába. Ez a tejen itatás, írja a zsidók levele, Pál apostol mondja. Hát ti már régi keresztények vagytok, azt még az alapokkal kell, hogy kezdjen nektek a tejjel. Mind a csecsemőknek le van írva. És ez érvényes a mai napokra is. Csecsemő keresztények vannak sokan. Ige ismeret semmi, és az is megy a mennybe. Figyeljetek! A történelem folyamán Istennek mindig voltak, és ma is vannak választott emberei, akik által az Úr mindenkor szól az emberiséghez. Ezt Isten választja ki. Nem lehetsz te önjelölt, én! Na ezt látod, hogy csak én önjelölt tanít az utolsó időkről. Fő sem éri, mi a súlya. Mert nem szellemi. Ha szellemi volna, főmérné, a butaságot tanít, és több millió embert a széles úton veled, és majd pokolba ébrednek föl, hát azért megrettenne, ha értené az egész Bibliának a mi voltat. Hogy milyen nagy felelősség, nem mindegy, hogy mit tanítunk biblikusan, vagy csak ködösítünk. Ezeken a vallatokon keresztül üzen az Úr, figyelmeztet, vagy megadja a magyarázatát az ember számára. Érthetetlen Isten gondolatoknak és határozatoknak. 1 Korintus 2.12 ezt írja. Érdéki ember nem foghatja meg Isten szellemének dolgait. Ki az érdéki ember? A testi. Júdás 19 ír róla. Ezek az érzékiek, akikben nincs meg a Szent Szellem. Hát meg kell, hogy költözön a mi szívünkbe. De figyeljetek, Isten koszos edényben nem lakodik. Hát meg kell, hogy tisztuljunk. Beköltözik Isten, akkor ott van a Szent Szellem, és az már figyeld, vezet téged. Ha már csak rossz gondolatod van rád szó. Itt van, aki tudjátok, hogy miről beszélek. Már látszol, akkor még gondolod, hogy még Isten engedi, hogy hamisat tanítsa? Nem! Na most, aki hamis tanító, az az ördög tanítója. Szent Szellem nincs bent, nem hallja Isten hangját. Hát te gondolod engedni, hogy butaságot tanítsanak, és több millió ember a pokol mélyére kerül? Isten ezt engedné? Aki úgy szeret bennünket, írja bűnös emberekén jött, hogy műdőséget gyeresünk, egy szülött fiát adatta, a vérét kiontotta. Élettünk, meg mindenkié. És akkor Isten azt engedni? Nem engedi. Az az ember nem Istennek a tanítója. Az csak önjelölt. És ebből van sok. És tanítanak. Tényleg olyan badarságokat tudnak összehozni, hogy fáj a szívem, mikor hallgatom. Nem is akarom hallgatni, nehogy az ügyétek keresem. Isten hozza elé. Nem tudom, mikor fogom ezt befejezni, mert megint kettőt elém hozott, aki figyelj, 58 ezeren is megnézik. És még belájkolják, milyen jó. Hát ki tudja belájkolni a tudatlan, akinek nincs ige ismerete. Annak minden jó. Az elhiszi azt is, amit én mondok, elhiszi azt is, amit Amaz mond. Egy két igazság nincs, csak egy. És ez a kecske kategória. A kecske kategória az, az minden főt megeszik. Ezért van a pásztor, ugye? Aki, ha mérgezett fűre megy a kecske vagy a juh, visszahúzza, nem engedi, ő védelmezi. De jó, pásztor az ő bárányait védelmezi. Ha butaságot nézel, vagy olyan hamis tanítót, akkor rátszol a pásztor, igaz? Megdorgál. Azért, hogy a széles út, a kecske útra nem megy rá a széles útra. A kecskének minden jó. Na de a kecskék azok a pokolba kerülnek, írja az ige is. Jézus mondja. Figyeljetek. Isten mélységeit pedig csak az Isten maga, az a Szent Szellem képes kikutatni és vizsgálni. De nincs benne a Szent Szellem, hagyjuk azt az egész tanítást. Mit mond a Szentírás, figyeljetek ide. Az ó tömlővel nem öntünk új bort. Isten nem önti. Ki az ótömlő? A régi tanítók. Akik 10-20-30 éve, 40-50, pásztorok, tanítók, ott nincs ott a Szent Szellem. Testből próbálnák megfejteni a Szentírás. Testből nem lehet, mert maga Isten Szellem, a Szent Prófétákon keresztül Szent Szellem által írta le,
és ezt csak Szent Szellem által lehet értelmezni. Úgy, ahogy Isten szeretné. Másképp testből soha nem fogja senki megérteni a Szentírás, csak sok-sok butaságot tanítanak. Önjelölt tanító. Nem Isten állította oda őket. A szellem pedig kijelenti a gondolatok értelmét, akinek akarja. A Szent Szellem, olvasod a Szentírást, és ledöbbensz, és már az Úr adta mellé a másik igét, és így áll össze mindig a tanítás nekem is. Hát, hogy ezt én itt kutatom egész héten, amikor két óra alatt két tanítás legyen nekem Isten. Hát gondolod, már hány éve minden hétvégén tanítok, hát ezt neked kellett volna összerakni, hát beleőszültem volna. Vagy bele is őszültem. De nem akkor. Dicsőség az Isten. Nekünk azonban Isten, figyeljetek, 1 Korintus 2:10. Nekünk azonban Isten kijelentette az ő szelleme által, mert a szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. Szóval egy igét mélységibe kell megvizsgálni. Például hadd mondjak egy igét, ezeket mind az Úr hozza föl ilyenkor bennem, ezek nincsenek leírva, ami azt mondja, figyelj ide, nem lehet két urat szolgálni, a mammont és az urat. Nem, felejtsd el. Mit mondod, igen, figyelj, mélységibe vizsgáld meg. Az egyiket szereted, másikat gyűlölöd. Na most, akinek Isten van az előtérbe a szívébe, igen, az akkor Isten szereti, imádja. Nem a gyermekedet imádod, azt nem imádhatod, őt csak szereted. Imádni csak egyetlen egyet lehet Istent. Akkor őt imádod. A pénz meg gyűlölöd. Ez persze szükséges, rossz, ezt mindenki tudja. Kell csekket fizetni, ezt adod, nem azt jelenti, hogy jön a pénz hozzá, te meg ablakon kidobod. Én nem erről beszélek. De ahol fordítva van. Pénz az első. Most üzletet kötök, most dolgoznom kell hétvégén, vagy Isten tisztelet ráér ezután is, akkor te már az urat félretetted, mammon volt az első, akkor mi a alapállás? Isten gyűlölöd, pénz meg szereted. Erre mindenki gondolkozzon el, az ige ezt mondja. Nem lehet ám a kettőt is egybe folyni. Nincs ilyen. Nincs ilyen. Isten elé semmit nem tehetsz. Mindent Istentől kaptál, van házad, autód, őtőre kaptak. Aztán, ha már nagy vagyonod van, az lehet, hogy az ördögtől. Ha nem feltétlenül Istentől volt. A nagy gazdagság. Mert ő azt mondja, hogy bővölködni fogunk, de nem azt mondja, hogy milliárdosok leszünk, ott beleszakadunk a vállalkozásba. Nincs időnk az Úrra. Itt már megy a baj. És mikor a nagy vállalkozás megy, nem sok idő van az Úrra. Tudom, én is annak idején vállalkozó volt. A reggeltől estig azon pörgött az agyam. Semmi mások. És ez nem jó. Figyeljetek, lehet valamely teremtmény, akár emberi, akár angyali, szellemi lény, okos, intelligens, művel, tanult, tudhatja a Bibliát, Isten igéjét kívülről, de a Szent Szellem nem jelenti ki neki az ott leírtak értelmét, akkor soha nem lesz képes megérteni azokat. Soha nem fogja érteni a Bibliát. Csak a Szent Szellem az, aki elmagyarázza, mit értek én ottan. Na várjál, fiam, szól az Úr. Még egyszer olvasd csak el, mi van még ott benne. És van, mikor egy ige versen, ott vagy 10-15 percet. Mert az Úr kijelenti, ez az most jó gondolat. Így van. Nesz, ha megvan, akkor álljál ki és azt tanítsd. Ha neked nincs kapcsolatod, most kezdtem el pénteken egy sorozatos tanítás, az én juhaim hallják az én szómat. Na elmondom nektek, akik ilyen badarságot tanítanak, azok nem hallják az Úrnak a hangját. Mert Isten nem engedné, hogy butaságot ide kiáll, több ezren megnézik, vagy milliója, és butaságot tanít. Ezt Isten nem engedné, hanem ők az önjelöltek. Ők fölülíbelelték Istent is. Hogyan? Az ő maguk akaratát tanítják. Nem az Istenét.
Csak badarságok lesznek adok számára, vagy érthetetlen zagdaságok, amint azt látni az utolsó időkről, miket tanítanak. Összemossák a Isten haragját, összemossák a ilyenséges időszakot, nem érti látni a tanítását, hogy nem érti, akkor mi áll oda, ki mi tanít? Az Úr számon fogja őt kérni. Számon fogja. Arról nem kapott tovább a szellemi kijelentést Izrael, mint nép, hogy az Ótestamentú Szentírásban a Mesiásnak tulajdonképpen háromszoros eljövetele van Úr Jézus Krisztusnak. És maga a zsidó nép sem kapott erről szent szellemi kijelentést. Meg van itt, mindjárt olvasom. A zsidóság szemszögéből vizsgálva az isteni üzeneteket a Mesiásnak valóban csak két eljöveteléről beszélhetünk, amelyet Izraelt érinti. Hát az első lett volna, amit nem ismertek föl, ő maguk akasztották föl Úr Jézust. Ami meg most jövetel lesz, az nem őértük jön az Úr. Ne keverjük ezeket. Nagy komoly tanítók, akik teológiai iskolát vezetnek, nap az Úr elém hozta, keverik az ügyet. Azt se tudják, az Úr földön ki fog lakni. Még azt mondják, majd ott, amilyen jó lesz, mindjárt. Ha mi nem akarunk oda kerülni, nekünk a végállomás mennyország. De most ebben nem fogunk bele, de egy másik téma. Az elragadtatással kapcsolatos eljövetele, visszajövetele Izrael népet nem érinti, ami most fog jönni. Ha nem is hisznek benne. Hát ők még mindig csak várják Jézust. Holott már jön vissza, Isten fiai, azt várják mi. De a zsidók nem, ők csak még most várják, hogy jön majd. Mert azt hitték, mint ahogy a tanítványok, hogy itt van a földön, helyre tesz az egész Jeruzsálemet. Majd igen, de nem most van itt az ideje. És ők azt hiszik, hogy majd a full extrás BMW 6-ossal fog jönni. Na király, tudod, ők ezt várják, nem egy szamár hátal jött Jézus, tudjuk az igéből. Ki ez az ács fia? Na hagyjuk már, nekünk nem kell. Sőt, mondták, akasszátok föl! Hát mit gondoltak, a zsidók még fogják kapni ezt armagedoni csatánál, ott lesznek. Azt az kiállni, ha valaki tudja a csapásokat, nagyon kemény. Már e véget is érdemes megtérni. Hát dicsőség az Úrnak. Azt mondja, az elragadtatás nem Izraelre vonatkozik, hanem a gyülekezetre, az Isten népére. Akik Szent Szellem által újjá születtek és megtértek, és mi a megtérés, ezt is tisztázzuk, mert hazudnak sok tanító. Ó, szeret az Úr, megyünk a mennybe, mert egyszer mondta egy befogadó imát. Hát meg ugyanolyan bűnös maradtál. Bűnös ember meg egy se kerül föl. A megtérés az, fölismerem bűneimet és megtérek belőle. És a jelenések könyve szépen leírja, majd azt is fogjuk venni, mert abból is sok nagyvaságot tanítanak. Mikor azt mondja, a gyülekezeteket megvizsgálja az Úr, tudom a én bűneiteket, panaszom van ellenetek, és térjetek meg belőle. Az a megtérés. Fölismerem, és megtérek belőle. A bűnbe. Akkor az éles útról, ami a pokolba vezet, bejöttem a szűk keskeny útra, amit az anyja Máté evangélium, Jézus szavai. Nagyon kevesen ismerték meg a szűk keskeny utat, mely a mennyek országába vezet. Figyeled, még csak meg se ismerték. Érzékeled az igét? Jézus mondja, kevesen ismerték meg. Hát hogyan, mikor több millió ember a hazugságot hallgatja? Isten engedi, ha te meg akarod a szomszéd nyakát vágni, Isten fogja engedni. Hát szabad akaratot adott, hát ez a baj az emberiségnek. Szabadon bűnöznek, és akkor azt hiszi, hogy nem csapta, még nem sújtotta le őt Isten, ha milyen jó az Úr, szereti a bűnöket is. Na, megyünk a mennybe. Ezt hiszi? Nem, a legvégén meg fognak lepődni, mint a öt bolond szűz. Milyen már ők is begyűjtötték, ha ne pislákoljon a lámpás, ha a szitre jutottak, ugye? Zörgettek az Úr kapujánál meg. Uram, megjöttünk egényre, ha nem ismerlek benneteket, ti gonosz tevők. Komoly az ige? Gonosz tevők. Ezt mondja az ige. Nagyon komoly. Mert hitehagyottá váltak az öt bolond szűz.
Nem az Úrban hittek. Komolyan tejt hittem. Na, jön tovább. Izrael érintő két eljövetel következő. Az első eljövetel akkor következett be, amikor szűz fogant méhében megszületett a Mesiás emberként. Názáreti Jézusban, miután a Mesiás csak Izrael népéhez küldetett, akkor egyértelműen leírja, hogy csak az ő népéhez jött, ő maga mondja Izrael népe, hát én eljöttem, mint a tyúkanyó összeszedjelek magat. De ti nem akartátok. Így az ige. Zsidók nyakas nép. Persze, hát a magyar zsegülönne, hogy aztán az így a magyar az alázatos, de a zsidók is egy nyakas nép. Nem akarták. Mentek a maguk feje után. A pokolba. És csak Izrael népéhez küldetett. Ezért mondja, hogy ez az első eljövetel legmesszebb menőkig Izraellel hozható kapcsolatban. És a második eljövetel meg az Isten népével gyülekezette. Akik megtértek, akik fedhetetlenül meg tudnak állni, 1 Tesszalonika 5.23. Ezek mind olyan tanítások, mindenki nézve utána olvassa el az igéket. Mit ír ez az ige? Azt mondja, fedhetetlenül álljon meg a testet, bűnmentes. Paty alatt tiszta vagy. Fedhetetlenül a lelket. Gondolatban sincs bűn. És a szellemet. Aki nem, az itt fog maradni, mert maga Isten fogja megpecsételni a szellemvilágba bennünket, és az angyalok fogják látni, és már visznek is fölfelé. Halleluja. Azonban Izrael nem fogadta el az első eljövetelkor názáreti Jézus, megszületett Mesiást, így a zsidóság sajnálatos módon még ma is a Mesiás első eljövetelét várják. Be vannak csapva. Mi? Mert tudjuk, a Máté evangéliumából ugye azt hazudták a zsidóknak, hogy ellopták Jézus, nem föltámadt. Ismeritek az igét. És írja is, hogy a zsidók a mai napig is ezt hiszik. Hiába van leírva, nem hiszik. Látod az ördög milyen mocsok? Hitet lenné, de le van írva, Isten szava szent és igaz, és nem hiszik. Ennyire be vannak itatódva az ördögje. Komoly? Ez nagyon komoly. És sok keresztény is van így, nem csak a zsidó. Ezért tudja majd a Krisztus, mint Mesiás becsapni Izrael. Az Antikrisztus. Be fogja csapni. Most nem erről akarok tanítani, nagyon komoly. Már tanítottam róla, de majd még fogok is. Az első eljövetelkor Úr megteremti, az útnak indítja a gyülekezetét, a mennyasszonyát. Mi vagyunk a mennyasszony. Ő meg a vőlegény, Úr Jézus, Biblia szerint. Azért tudhatjuk, hogy az első eljövetelben a gyülekezet is érdekelt volt. Az első eljövetel. A második eljövetelkor a mennyasszonyáért, a gyülekezetért, az Isten fiaiért, kik újjászülettek, azokért jön. A második eljövetel. Ez még csak a második. De akkor már az Úr minket fölvisz. Ha makulátlanul megállunk. Mikor jön? Jön majd vissza az Úr a második eljövetel, és ez lesz az Úrnak a felhőkben való, küszöbön álló eljövetele, nincs mások idő, nehogy azt higgyétek. Na nem ilyen hosszú tűrő az Úr, igaz? 2021-et írunk, és még tűr. Mit ír az ige? Miért tűr? Hogy mindenki megtérésre jusson. Aki sötétségben jár, ébredjen föl, mert a tét nagy. A lelkét viszi az ördög a pokolba. Ez azt eljövetelt várja a gyülekezet epekedve. Hiszen jól tudja, hogy ekkor fog megtörténni az elragadtatás. Ez a második eljövetel tehát, ugye, mert már egyszer volt. Nem érinti Izraelt, ki kell jelenteni, hanem kizárólag csak a gyülekezetet az Isten fiaiért jön. Nem az Izraelért, ezt tegyük félre, mert ezt se értik el. Ők még maradnak. Egyedül az, aki esetleg Úr Jézus befogadta 1, 2, 3 vagy 13, nem tudjuk, ha van-e ilyen a zsidó között, azok ugyanúgy velünk együtt el lesznek ragadtatva. De ez a kis töredék csak. Ez a kis töredék.
Mert ők nem most várják, észre se fogják venni. Van szemük, nem látnak, nem fogják látni az eseményeket. Van fülük, nem hallják az ilyen tanítást, meg nem hallják a Szentírást. Mert ők is jöhetnének velünk. De nem fognak, le van írva. Ezért külön majd fog jönni az Úr. Menjünk tovább. Zsidók éppen ezért nem is hisznek a második eljövetelben. Erre alkalommal a Mesiás, Jézus Krisztus nem jön le a földre, hanem csak az ég felhői, kizárólag csak a gyülekezetéhez fog jönni, és nem Izraelhez. Ez a második eljövetel elragadtatás Isten fiaiért jön. És ő megáll a mennybe, írja az ige, ugye Máté evangéliuma, és az angyalait küldi le, azok gyűjtik össze, akik már a szellemvilágban meg vannak becsételve, hogy ők az Isten fiai. Amen! És senki nem tud becsapni. Szennyes ruhába föl nem kerülsz, ha meg se leszel becsételve. Ha bűnben vagy még, komoly a tét. A harmadik eljövetel pedig, amely Izrael hozható kapcsolatba, akkor fog bekövetkezni, mikor a Mesiás, Úr Jézus, fehér lovon, vérrel hintett ruhába jön majd a földre, a szentjeivel, a feleségével kíséretében. Kik is, akik újjá születtek, azokat hozza, mert egy szellemi csata lesz. Mert Izraelt megint ki akarják írni, 200 milliós hadsereg fogja körülvenni, erről már tanítottam. Ige mondja. Gondol-e? Mindig is ki akarták írni a zsidókat, tudjuk a Hitler idejében, és igaz? Kiszolgáltatták, vitték a gázkamrákba, stb. Most is ugyanezt akarja a pogány nép. A zsidókat mindig is utálták. Sajnos. Én nagyon sok ismerősöm volt, aki az ujjára ütött, mindjárt zsidókot szitta. Nem magát, hogy mi olyan béna, hanem szitta zsidókat. Háborúból zsidókat szitta, valahol igaza volt, mert figyeltek, Úr Jézus Krisztus szavait mondom. Zsidóknak mondják magukat, de ők nem azok. Ők a sátán zsinagógája, figyelj, Jézus szavát idéztem. Kik ők? Hát azok a szabadkövesek, akik van belőlük 200, és az egész világot ők mozgatják. Mindegy, a Covidot is ők találták ki, hogy az emberek pusztuljanak. Ők neked jó, nem akarnak. Ne ez a sátán zsinagógája. De most ebben nem akarok tovább időzni, megyünk tovább. Szóval Úr Jézus Krisztus harmadik eljövetele fog jönni. A harmagedoni csatát megvívni. Azaz a zsidó népet felmenteni. Mert ki akarják nyírni megint a pogány népek. És mikor Antikrisztus itt lesz, mondja az igébe, hogy 3,5 év alatt még béke lesz, ugye már erről tanítottam, mindenkivel szövetséget köt, figyel még Izraelre is. Hát persze, hát az ördög az hazug, tudjátok. Őt nem érdekli, hogy az izraeliekkel szövetséget kötött. Hát úgy hívva, kérdezek, 200 milliós hadsereg veszik őt. Mert az összes népekkel szövetséget. És az Antikrisztus ellen senki nem tud venni, aki oda becsatott. Egyetlen egy ember fogja az egész világot vezetni. Komoly? De van írva. Mit mondott már a pápa, hallod 50 évvel ezelőtt? Egy világrend, egy világvezetés, és egy kereszténység. Ez már meg van valósítva. Ez hamarosan be fog kacsintani az életünkbe. Ekkor figyelj, míg a harmadszor jön Úr Jézus. És nagyon jól jegyezzük meg, háromszoros visszajövetele van neki. A második az elragadtatás, zsidókot nem érinti. Most jön a harmadik, figyelj! Ekkor fogja a lábait a olajfák hegyére vetni Jézus. Ez alkalommal pedig azért jön el a Mesiás, hogy Izraelt megmentse. Ez a harmadik. A megsemmisítéstől. Mert azt gondold-e 200 milliós hadsereg mai technikával, azt a pár millió ember pillanatok alatt kinyírná. De az Úr nem hagyja, mert ő kiválasztott népe. Azt mondja, továbbá, hogy helyreállítsa az országot, Izraelt. Most fogja majd helyreállítani a harmadik eljövetelnek. Helyre lesz állítva Izrael. Az csak most fog bekövetkezni. 1000 éves királyságot Izraelben, földi Jeruzsálemben, érthető tehát, hogy ez az eljövetelt Izraelt érinti, a harmadik.
Nem ossuk egybe az egészet, nincs ott tanítástalag. Összemossák, mert nem érti. Nem Szent Szellem által való az értelem. Azt mondja. Azonban csak a második eljövetel alkalmával elragadott gyülekezetet történő mennyei mennyegző után tud bekövetkezni, igaz? Egy, kettő, három. Értelemszerű. Szóval nem tudja kikerülni, hanem most jön a második, ami még nem történt meg. S majd utána jön a Izraelért. Csak így lehetséges lejönni a földre. A feleségével. Ki a felesége? A szentjeivel. Akik újra születtek, akik már fővitt és fehér ruhát kaptak. Együtt a harmadik csata megvívására. A gyülekezet tehát ebben a harmadik eljövetelben is érintett. Az Isten fiai, mert jönnek együtt csatálni. És ez szellemi harc lesz, hogy nyilván nem test és vér. Ha majd fogjuk az igéből látni, hogy megy ez a csata. Ez azonban elengedhetetlenül szükséges a gyülekezetnek, az ezt megelőző elragadtatása és a mennyegző, ez mindmáig nem következett még be. Igaz? Nem. Itt vagyunk, még nincs mennyegző. Az igéből ismert tény, hogy a tanítványok Úr eljöveteléről beszéltek, amikor az olajfák helyén erről megkérdezték Jézust. Mondd meg nekünk, mikor lesznek meg ezek? És micsoda jelen lesz a te eljövetelednek és a világkorszak végén? Máté 24.3. És itt kijelentem. Az Úr nem tartja sötétségbe az ő népét. Átó, cettő, mindent elmondott, csak a napot és az órát nem tudjuk. Amint szoktam mondani. Azt nem tudjuk, hogy csütörtökön 23 óra 35 perc és 2 másodperc. Ezt nem. De azon kívül évet mindent tudunk, hiszen jeleket fogunk látni. A jeleket is kik veszik észre? Akinek van szeme lát, akinek van füle hallja. Aki csak úgy megy el egy ilyen tanítás mellett, hát jó összeszedte. Annak akkor nem mondott semmit sem. Mire hazaér, már is felejtette. Figyelj! Az Úr Jézus Krisztusnak válaszából, melyet a tanítványok erre kérdeztek, adott világosan kitűnik, hogy az elragadtatással kapcsolatos második eljövetelének jeleiről beszél. Máté 24, végig erről szól. Tény és való azonban, hogy ekkor csak az ég felhőig jön majd el az Úr. Azt azonban mindig szem előtt kell tartanunk, hogy a napban, holdban, csillagokban mutatkoznak a jelek. Ha most képzeld, nem fog se a hold, se a nap sütni, csillagok lehullanak, hát ott tényleg szellemi vaknak kell lenni, aki nem vesz észre, igaz? És sokan lesznek, akik nem veszik észre. Képzeld el, van szeme, nem lát. És sokan lesznek. Akiket nem érint, például a zsidókat, ugye a második eljövete, ők nem fognak ebből semmit észre, nem is várják. Valamint Úr Jézusnak az ezeket a jeleket követő megjelenése felhőkben Jézus Krisztus szavai szerint közvetlenül a nagy nyomorúság ama napja után, túl kihangsúlyozom, a nagy nyomorúság után. Miért mondom ezt? Mert a hamis tanítók mind azt mondják, hogy az Úr elvisz előtte bennünket. Dehogy viszel. Föl kell nekünk készülni, benne leszünk a nagy nyomorúságban. Nem utána. Ne keverjétek össze a kettőt, meg a Isten haragját, meg emet, és ne így tanítsatok, hogy én szerintem úgy gondolom már, mi nem leszünk itt ilyen tanítások utalnak. Hát zsír a szívem, ha mennek az emberek a pokolba, az ki mer állni, tanítani. Ha nem Isten tű van, az egyszer biztos. Isten nem hagyná, ha hallaná a hangját. De mivel nem hallja testi keresztény, ha nem hallhatja. Az be kell költözni a Szent Szellemnek, az adóvevő készüléknek. Úr, szól hozzám, én meg ott a szívembe hallom, azt már cselekszem is. Ha lázadó vagyok, nem? De akkor már jönnek a botlások. Magadtól is rájössz hamarosan, hogy nem az úton vagyok. Mert az ördög kiüt a szűk keskeny útra, és már széles úton haladsz egybe. És onnétuk elő sudolódni. Figyeljetek! Semmiképpen nem előtte,
Még egyszer mondom. Semmiképpen nem előtte visz el bennünket az Úr. Egyszer az ige azt írja, hogy a nyomorúságból ragadtatunk el. Mert mi életünk megrövidítette, azt mondja a Máté evangélium, mert nem bírnánk ki. Na, jó az Úr? Ha jó, hát. De azért benne van, egy kicsit adszok ki azért. De megrövidíti, mert azt mondja, egy ember se bírnánk ki. Egy sem. Akkor az komoly lesz, nem? Az a nyomorúság. Azt mondja, semmiképpen nem előtte. Mindjárt pedig, figyeld, igét mondom, Máté 24-29. Mindjárt pedig ama napok nyomorúsága után. Az ige mondja ezt, testvéreim. Ha hogyan meritek ti felül íberelni Isten igényt? Úgy, hogy az ördög munkásai vagytok, és már az Úr fölött érzed magadat. És kreálsz magadnak egy új tanítást. És ezt tanítod több millió embernek. Nem lennék a helyedben. Térjél meg belőle. Mit mond ezekről, eljövetelekről az Ótestamentum? Mesiás első eljövetelekor megváltóként jött el az Úr ember formába, alázatos, szegény, megvetett, utált és mindenki szolgájaként. Igaz? Ez volt Jézus. Ez nem tetszett a zsidóknak, egy Szamaráton megyeget. Ki ez az ács fia te? Hát ők akasztották föl. Akkor egyértelmű azért jött, hogy elvégezze a megváltó művet a zsidókkal. Hát ezek nem hittek benne. Nem miértünk jött ekkor, hanem a zsidókat akart összeszedni. Még mondja is, ne add oda az ebeknek a te kenyereidet. Kik az ebek? A pogány nemzet. Na de miközben ilyen nyakas volt a zsidó nép, Isten beoltott bennünket a szelítőbe. Amen, dicsőség neki, el a mi szerencsék. Amen. Figyeljetek. Akkor egyértelmű azért jött, hogy elvégezze a művet, az Ótestament, amit így olvasunk erről, az eljövetelről. Ézsaiás 7.14. Ezért ad jelet néked az Úr maga. Íme szűz fogant mélyében, szül fiat nevezi azt Imánuelnak. Veled van az Isten. És a zsidókhoz jött. Hát hiába. Következő ige, Zakariás 9.9. Örülj nagyon Sionnak leánya. Örvendezi rej Jeruzsálem leánya. Íme jön neked a te királyod, igaz szabadító ő, szegény és Szamáráton ülő, a nőstény Szamárnak vemhény. Beteljesedett az Új Testamentumba? Be. Igaz az Új Testamentum? Igaz. Új Testamentum épül rá az Új Testamentumra. Mert vannak ilyen kegyelmes, elvetemül tanítók, Új Testamentumot a kukázban nem nekünk szól. Ilyeneket mernek tanítani. Hát gondolhatod ez az ördögnek a emberei. Figyelj! Felnőtt, mint egy vesszőszál ő előtte, és egy gyökér száraz földéből, nem volt néki alakja, ékessége, és néztünk rá, de nem vala ábrázata, kívánatos, utált volt az emberek előtt, elhagyott volt, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Ez volt Jézus? Ez. És az Ó Testamentum előre megírta ezt, tehát olvasom meg tovább. Mint akik elől orcánkat elrejtük, utált volt, nem gondoltunk vele, pedig betegségeinket ő viselte. Ó Testamentum. És fájdalmainkat hordozá. Mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik, kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van. És ő sebeivel gyógyultunk meg. Amen, múlt időt is, az Ó Testamentum is. Szóval a gyógyulást megkaptuk mi, akik Isten fiai vagyunk, és ezt az Új Testamentum is leigazolja 1 Péter 2.24-ben, Jézus Krisztus sebeibe már meggyógyultatok. Szóval mindenki megkapta a gyógyulást. Megfelelő természet fölötti hit kell hozzá, hogy át is vett. Ezért nem működik sok kereszténybe, az ördögnél van és nincs kellő hite. Az nem az a hit megkérdező valakit a katolikus összhozva, hiszek Istenbe. Az máriázik.
még véletlenül sincs ott. Értitek jó? Szóval az a hit, a testi hit, az nem fog nekem gyógyulás hozni. De szabadulás se. Természet fölötti hitre hogyan tudunk jutni? Az elényeinket a Úr megtisztítja, a Szent Szellem bejön, és ma Isten fülyei vagyunk. Így. De ezért nekünk is harcolni kell, igaz? Nem hagyhatjuk az Úr lögdösi a fejünkbe az idét, meg mondd meg neki, haladtartásad, ne bocsáss meg, ha milyen mocskos ő, meg fogod mind az ördög. Menjünk tovább. Ez mind megtörtént Mesiás megváltó első eljövetelekor, és a mindenható és örökké állandó Isten názáreti Jézusban emberré született, igaz? János evangélium 1.14 leírja. Az ige testé lett. Itt volt köztünk. Amen. Amint már korábban is említettük, zsidók nem tudták elfogadni hozzájuk küldött názáreti Jézus, mint Mesiás. Ugye, szamár hátom. Ha, nem a legújabb BMW-vel jött, helyreállítsa az országot. De helyre fogja, csak nem most. Már ott nem volt erre értelmük és látásuk a zsidóknak, mert testiek. Ők hatalmas királyt vártak, és nem egy egyszerű ember, aki jászolban születik. Főképpen nem az ács fiát. Hát mit mondanak a farizeusokat, igen mondja. Hát te, miket beszéled? Hát ez nem a lányai ott vannak nálunk, nem az ács fia ez. Hát lenézték. Ők azt hitték, hogy nagy hatalmas király. Az is volt. Csak itt nem azért jött. Értitek, hogy ők nem értették? Nem azért jött Jézus. Hatalommal, pompával helyre fogja állítani Izrael tekintélyét, hatalmát. Ez a tolmácsolás nem a Szent Szellemtől volt a zsidóknak. Már a Szent Szellem ott lett volna, akkor rájöttek, ahol, hát ez a mi emberünk, hát ez maga Isten. De nem jöttek rá. Nem is hisznek benne, ők még mindig csak várják Úr Jézus eljövetelét. De így fogja az Antikrisztus becsapni őket. A Mesiás második küszöbön álló eljövetele alkalmával azért jön majd el az Úr ég felfői, hogy a gyülekezetét, mennyasszonyát, az Isten fiait felvigye. Az Úr az ég felhőibe. Magához vegye a nagy nyomorúság napjai után az ő gyermekeit. A nyomorúság után írja az ige. A nyomorúság után ne tanítsatok ti ilyet, hogy előtte elvisz az Úr bennünket, mert hazug tanítás. Az elragadtatás Máté 24, 29-31-ig írja, hogy hogy fog történni. Így. Sötétség lesz 3 napig, az azt már csak észreveszünk már, nem? De lesz, aki nem. Ez alatt alkalommal nem Izraelhez jön, hanem a gyülekezetéhez. Gyülekezet tagjai természetesen lehetnek Jézus Krisztus megtért zsidók is. Ha megtért. Újjászületett Szent Szellem által. Nem sok esély van erre, de ki tudja, hogy van köztük egy-kettő, aki lapozgassa az Új Testamentumot, és Isten megérintette őt. Hát ezek mind elképzelhető dolgok. Akik már meghaltak az Úrban, azok az ő megjelenésekkel fel fognak támadni dicsőségben. Akik már az Úrban haltak meg, nem a rákos betegségben, meg a vonat ütötte elő, tehát mert az átok. Értitek a nagy különbséget? Mert olyan butaságot beszélnek, az már fönn van az Úrnál, fönn van azt a vonat ütötte elő, tehát. Ha nem az Úrnál van. Azt mondja, hogy igen, Isten embere, élettel betelve, lefeküdt, az elaludt. Nem a kocsi ütötte elő, tehát nem a rákos betegség vitte el, a rákos betegség a gyűlölködést van, ott van benne a gyűlölet az életében, hanem hogy azt itt már gyűlölködő ember fölke. Hát imént mondtam, igaz? 1 Tesszalonikiusok 5:23, makulátlanul a testnek, léleknek, szellemnek meg kell állni. Csak azok kerülnek föl. Szóval rengeteg sok hamis tanítás van. Ebből van a sok. 95%. Szóval,
meghaltak az Úrban, azok az ő megjelenésekor fel fognak támadni dicsőségben, akik pedig éppen akkor élnek a Földön, és neveik be vannak írva az életkönyvébe, ami a bárányé, mert két életkönyv van, tisztázzuk ezt, a legvégén is előkerül egy életkönyv, és ők a cselekedeteik alapján lesznek megítélve, legvégén mi már akkor rég fönn leszünk. De legalábbis bízunk benne, igaz? Amen. Szóval nem erről szól, a bárány könyveibe, aki be vannak írva, azok el lesznek ragadtatva hitük által. Aztán a legvégén, mikor mindenki meg lesz ítélve, mindenki, még a pokol is kiadja az embereit, majd külön fogok erről tanítani, mert ezt se értik. Meg ott kilakik az új földön. Össze-vissza keverik és mossák testi tanításból kifolyólag. És ugye akkor majd előkerül az életkönyve, az nem a bárányé, hanem az életkönyve, és a cselekedetek könyvei. Mit cselekedett a jó ember? Azt annak alapján lesz megítélve. Ez egy másik ítélet, ez a legvégén lesz. Ne keverjük már ezt a kettőt össze. Figyeljetek, az életkönyv, amely a bárányé, azok megszabadulnak. Jelenések 21-27 írja. Hogy a bárány könyvébe légy beírva, akkor elragadtatásban részt fogunk venni. A nagy nyomorúság végén az Úr a napokat megrövidíti, egyetlen ember sem fog, nem menekülne meg egyetlen egy ember se, ha az Úr a választottakért nem rövidíti meg. Mi végettük. Amen. Sokan vannak az elhívottak, sokan, túl sok. Kevesebb a kiválasztottak. Az Ótestamentum így ír elő, és ebben az időben felkér Mihály nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva. Soha a Földön még nem volt, pedig aztán volt, mikor a küszöbet rágták, igaz, olyan évek voltak már, főleg kint Romániában, voltak abban az időben, semmi nem volt. Hogy a nép kezdett lenni mindez idáig, és abban az időben megszabadul a te néped, aki csak be van írva, találtatik a könyvbe. Csak azt szabadul meg. És sokan azok közül, akik alusznak a fölporában, felserkennek, némelyik örök életre, némelyik pedig gyalázatra, örökkévaló utálatosságra. Dániel könyve 12. fejezet 1-2. Igeverse írja ezt le. A nagy nyomorúságra és azt követő elragadtatásra utal itten. Egyértelműen. Az Isten szent szelleme ezekben a zsidósághoz szóló Ótestamentum igében. Miután az Ótestamentum elsősorban a zsidóknak íródott, de nekünk is, de elsősorban ad nekik szót, mindez az ige is, ekkor. A nyomorúság napjaiban élnek, és neveik be vannak írva az életkönyvébe, amely a bárányé, csak havak kerülnek föl. Szóval itt két könyvről van szó. Ne keverjük. Kettő életkönyve van. Van a bárányé, és aki oda van beírva, a hitáltal üdvösséget nyer. Aztán van az életkönyve, a legvégén megint lesz ítélve mindenki. Hogy a Jakab levele írja, aki törvény nélkül van, törvény nélkül lesz megítélve. Hát hogy elképzeljék ma, hogy ők kimaradnak. Isten mindenkit meg fog ítélni. Kivel? Az ő újjá született, fehér köpönyeget, ruhát, akit kapta, azokkal jönnek le ítélkedni, hiszen maga Pál apostol is mondja, mi angyalok fölött is ítélni fogunk. Hát ugye tudjuk, voltak a bukott angyalok, ez nem az ördög. Ez két külön dolog, most abban nem folyunk bele. A nagy nyomorúság ezt követő elragadtatása utal itt, Isten szent szelleme ezekben a zsidókhoz szóló Ótestamentum igében, miután az Ótestamentum elsősorban zsidókhoz szól. Ezek az istenfélő zsidók tehát megmenekülnek, akik tényleg istenfélőek, újjászülettek, akkor ők megmenekülnek. Azok az istenfélő szentek pedig, akik már korábban meghaltak az Úrban, azok feltámadnak örök, dicsőséges életre. Örök, dicsőséges életre. Ők már fönt meg voltak ítélve. Ezért kaptak fehér ruhát. Mi, akik ismerjük az Új Testamentum írásokat, felismerhetjük az imént idézett Ótestament igéből az Úr Jézusnak a felőben való eljövetelét, amikor is feltámadnak először azok, akik már elaludtak az Úrban,
nem a vonat ütötte el őket, nem rákos betegségbe halt meg, ezeket keverjük. Rögtön ezután pedig azok a szentek, akik éppen ekkor élnek, igen, ezt mondjam, elváltoznak egy szempillantásban, és feltámadnak együtt, elragadtatnak. Az Úr elébe felhőkön levegőben. 1 Korintus 15. fejezet 51-52-es ige verse így, hogy egy szempillantás alatt átváltozom. Mennyei testünk lesz. Halleluja, dicsőség Istennek. Úgy fogjunk mi is fényleni, mint a... Hát erősebben, mint ezek a 120-as égők. Halleluja, dicsőség Istennek. Először tehát halottak támadnak föl, akik szentek, szentként fölkerültek, azután élők elváltoznak, majd elragadtatnak felhőkben, levegőben. Az új testamentumból tudjuk, hogy az Úr arkangyali szónoktól fog eljönni a mennyasszonyáért. Tud fogjuk hallani, halleluja. Ótestamentumi írásokban ezzel a jogcímmel felvázva egy angyal fejedelmet ismerünk, nevezetesen fent igében Mihály arkangyal. Ugyanerről a eseményről beszélt tehát az Új Testamentum Pál apostol által, amelyről az Ó Testament Dániel proféta beszélt, egy ugyanazok fújnak, igaz? Mennyire passzol a Ó Testament meg az Új is. Nem össze-vissza kitaláljuk, beszélünk össze mindenségét. Ha Szent Szellem által van, valaki kiáll, ugyanezeket kell, hogy mondja, nem azért, mert én a Tóth Tibor vagyok, hanem én nem teszek hozzá, nem veszek el, és a Szent Szellem vezetése alatt mondom ezt. Most akkor más nem mondhat, mert nem stimmel akkor. És képzeld el, a jelenések könyvében a János is más beszélne, a Fenevadról, meg a Dániel is. Köszönöm, melyik mondja az igazat? Egy ugyanazt mondják. Pedig a Dániel profit után eltelt 500 év, azt a János is megkapta. János apostol, a jelenések könyvében írja. Ugyanazt írja le, amit a Dániel proféta. Annyira egyedik, hanem egyet tudsz fújni. Hát ha te is azt az igét olvashatsz, csak egyet olvashatsz, nem? De hogy már hogy értelmezik, ez egy más kérdés. Van testi értelmezés, van akiben benn van az ördög, az eldefektíti az értelmezését, és az egyik az Szent Szellem által. Ez az igaz. Amen. Halleluja, dicsőség Istennek. Szentírás nevezetesen a nagy nyomorúságról és ezt követtető elragadtatásról ír. Zsidók, Izrael, tehát nem tudják ezt az igét sem helyesen értelmezni, sem elvenni. Ezért ők még csak várják Jézust. Ez azonban érthető, hiszen amint azt már az imént láthattuk, második eljövetel az Úrnak nem az Izraelről szól, nem az eljön, hanem az Isten népéjé. Nem a zsidóké. Hát majd a harmadik eljövetel lesz. Azon kívül Dániel profécia be voltak, vannak zárva, pecsételve a vég idejéig, ami azt mondja, majd a végén nagyobb lesz a tudás és tudokozzá. És Isten mindig gondoskodik róla, hogy odaállítson egy tanítót, Isten. Nem a önjelölt, aki össze-vissza minden butaságot tanít, hanem erről Isten gondoskodik. Nem kaphattak szellemi kijelentést arra vonatkozó, hogy ezek az igék arról tesznek bizonyságot, hogy Izrael Júdeát sújtó nyomorúságos idők, nagy nyomorúság végén lesz. Kérdez, hogy ők nem lesznek elragadtatva. Hát ez a büntetés fog átmenni, hát ők akasztották föl Jézust, el ne felejtsük már. Nagyon szereti az Úr a zsidókat, de látjátok, hogy hagyja a csapásokat? Az egy másik tanítás, hogy majd az igazakat kiszedi ott az Úr. Most nem akarok ebben foglalatoskodni. Az Úr el fogja ragadni a gyülekezetét, pedig erre az eseményre vár az Isten népe, igaz, testvérem? 1 Tesszalonika 5:4-5 titeket nem tolvaj módra él, mert világosság fiai vagytok. Nem fogsz meglepődni, hiszen hallod a tanítás, tudod milyen jelek lesznek, hát mindent fogsz tudni. Így vagyunk, aki világosság fiai. Akik sötétségben vannak, azok semmit sem vesznek észre. Dőj hátra, szeret az Úr, ezt fújják. Az Ó Testamentum így ír erről. De kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját, kicsoda áll meg az ő megjelenésekor, hiszen ő, mint az ötvös tüze, ruhamosónak rúgja. Malakiás 3:2, mit érted?
ötvös, mikor beteszed ám, és akkor a koszos szennyes ruhá patyozat tisztán vezet ki. Ezt akarja az Úr a mi edényeinkkel. Halleluja, dicsőség a Úr. Ne állj ellene, mert annál rosszabb lesz. Sokkal jobban jársz, ha adod magadat az Úr, hadd tegyen be a borsajtóba, mert azt mondja, hogy akit szeretek, azt ad meg, dorgálom, és a borsajtót tudjátok, mikor préseled a szőlőt. Már alig csöpög, de még azért rá szoktunk húzni egyet. Még az utolsó is kicsöpögje. Hát Úr is így csinálja, mi edényeinket itt tisztítsa meg. Sokszor nem érezzük jól magunkat, nekem ezt meg is profétálták. Nem érzed jól magad ott a víz alatt, mert jönnek ilyen erőm. De ott van jó helyen. Proféta így szólt, ez igaz is. Amen. Mert azt mondta a proféta, az igazság nálad van. Mármint én nálam. Ezt megkaptam proféciába. Akkor még én se értettem, ahol ennek van már 7-8 éve is. Nem értettem a igazság nálam. Hát most már értem az emérő szólt a profécia. Menjünk tovább. Mert seregek urának napja eljön minden kevés és magas ellen. Minden felemelkedett ellen és megaláztatik. Aki kevés, nem hisz Istenbe, fölé helyezi magát, butaságot tanít, nem az Úr tanítását, azokat megalázza az Úr, azok fájdalmas lesz. És porba hajítatik a közember kevéssége, és megaláztatik a főember magassága, lehet az kis bíró, nagy bíró, mindegy, az ki az. Bukni fog le a porba. És egyedül az Úr magasztaltatik fel a manapon. És a bálványokat teljességgel elveszíti, aki bálványimádásban van. Van, aki bálványozza a fiát, van, aki a pénzét, van, aki ezt, van, aki azt. És utálatos a bálvány előtt, az Úr előtt a bálványozás. És bizony el fognak ezek veszni. Porrá, jön egy forgószél, korona is kerül oda, ahol a helye van. A vesztőbe. Hát hiszen vértapad ahhoz is, és nagy bálványimádás, azt a magyarok bevitték a parlament. Utálatos az Úr előtt. És bemennek a sziklák barlangjaiba, figyeld, akik itt vannak, nincsenek megtérve. A föld hasadékaiba, az Úr félelme előtt, gondold el, hogy megijednek, milyen káosz lesz a földön. Nagyságának dicsősége előtt, mikor felkér, hogy megrettentse a földet. Ézsaiás 10.12 egészen 21-ig ír erről. Ezek az ótestamenti igék tehát nem tudják helyes időrendbe tolmácsolni a zsidók, ezeket. Nem értették. Mert Szent Szelem által lehet érteni csak a Szentírást. Csak úgy, ahogyan például a következő igét sem. Felolvasom. Prédikátor könyve. 12-es fejezet 4-től 7-ig. Amíg a nap meg nem setétedik, a világosság a holdal csillagokkal egybe, a sűrű felhők ismét visszatérnek eső után, időben, mikor megremegnek háznak őrzői, megrogynak az erős férfiak, megállanak az örlőlányok, mert kevesebbet lettek, és meghomályosodtak az ablakon a kinézők. És ajtók kívül bezárattatnak, mikor is a malom lógása halkabb. Felkelnek a madárszóra, és halkabbá lesznek minden éneklő lányok, mert elmegy az ember az örökös házába. Mennybe van az örökös házunk? Mit mondott Jézus, mikor elment tanítványainak? Fölmegyek a mennyei atyához, csinálom a helyet néktek, mondta a tanítványainak. Először ők is csak szolgák voltak, aztán tanítványok lettek, utána már barátok. Ez a rang létre. A végén már barátok voltak Jézusnak. Hát mi is ugyanígy vagyunk. Szóval az örökös házában, és az utcán körül jártak a sírók. Prédikátor 12.4.7 ír erről. Kik a sírók? Mi, akik már ismerjük az új testamentű írásokat, megismerhetjük a fent elhangzott ótestamentumi igékből az Úr eljövetelének jeleit a napokban, holdban, csillagokban. Igen? Ezt mi már fogjuk tudni. És várjuk. Máté 24, 29, 31-ig ír az elragadtatásról. Az is megérthetjük, hogy az örlő lányok miért állnak meg. Mi az, ami miatt a malom zúgása halkabbá lesz. Az új testamenti igék szerint azért, mert az elragadtatás miatt megkevesebbednek majd az örlő lányok.
Zsoltár 12.1 ezt írja. Mert eltűntek a hívek az emberek fiai közül. Puff, eltűnt. Ez az elragadtatás. És meg fognak lepődni a rokonok, családon belül is. Juliska itt maradt, Mariskát elvitte az út. Belül itt benne. Ez komoly káosz lesz, képzeljétek el, azt mondja. A mezőn éneklő dolgozók is halkabbá lesznek, hiszen azok is kevesebbé lettek. Ott kapálgatnak, 8-10, 3 eltűnt. Hova ment ez? Figyelj ezt a káosztak, ez vagy. Itt ekkora földön. Az egyik felvétetik, másik ott hagyatik, ugye? Érjön ilyen? Nem mindenki. Csak aki meg van pecsételve, az Úr szerint a szellemvilágban. Azok ott már viszik is az angyalok, egybe gyűjtik. Láthatjuk továbbá, hogy ahogyan a félelemtől szinte elhalnak majd az emberek, ő megjelenését látva, ahogyan az utcákon sírva fogják majd keresni az itt hagyottak, az elragadott, felvétetett, hívő testvéreket, rokonokat, gyermekeket. Mert nem mindenki fog felkerülni. Két asszony öröl a malomba, egyik felvétetik, másik ott hagyatik. Ketten lesznek a mezőn, egyik felvétetik, másik ott hagyatik. Lukács 17.34-36-os igét írja. És továbbá. Mindjárt pedig ama napok nyomorúsága után a nap elsötétenik, a hold nem fényli, csillagok égről lehullanak, egeknek erősségei megrendülnek, megmondod az egész föld, lesz itt betojás. És ekkor sír a földön minden nemzetsége. Meglátják az embernek fiát eljönni az égben, felhőkbe, nagy hatalommal, dicsőséggel. Máté 24.29. Meglátjuk. Továbbá azután láttam, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és íme nagy földindulás lőn, a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, a hold egészen olyan lő, mint a vér, és az ég csillagai a földre hullanak, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél ráda. Jelenések 6. fejezet 12-es 13-as igéje ír erről. Hogy mennyire érdekes, hogy máshol is írnak meg még a jelenéseket, és mindegyet így. Nem egymás ellen beszélnek a proféták. A Messiás 3. eljövetele az elragadtatott mennyasszonyával történik, a mennyei mennyegző után. Majd csak ekkor jön a zsidók, majd csak utána jönnek. Az utolsó 7 éves periódus végén fog bekövetkezni. Utolsó 7 éves. Van egy 3,5 év, béke, 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 ez az Antikrisztus csinálja, hamis béke, írja az ige. Ott azt lehet az evangéliumot hirdetni, mindent szabad, mindent lehet, mert ugye az Antikrisztus lépett a vezetésbe. Egy világvezetés lesz, aztán a felénél szint van. Akkor észrevezik a zsidók, 200 milliós hadsereg vette körül őket. Akkor észbe kaptak, megint bedőltek a sátánnak. Akkor kapnak észbe. Aztán az Úr Jézus Krisztus jön, ekkor itt írja. Ekkor fog az Úr fehér lovon, véder hintett ruhában eljönni a földre, Izraelben, Olajpák hegyére, hogy a harmagedoni csatát megvívja. Ez alkalommal jön majd vele a szentek, a nagy csapata is, a felesége. Mert ő a vélegény, mi vagyunk a mennyasszony, feleség, Jézusnak. A mennyben történt mennyegző után, már rég fönn vagyunk, után. Fehér lovon, fehér tiszta gyorsba öltözve. Ekkor fog eljönni, mint hatalmas király, igen, mint királyok királya. Ekkor fog eljönni, amit a zsidók várnak, de majd még csak ekkor fog. És ekkor fog a lábait a olajpák hegyére vetni, amely két felé fog válni, ebben az időben fogja feltámasztani, az uralkodó nemzetként helyreállítani Izrael országát. Hogy a Hóseiás könyvében írja le, harmadik nap feltámaszza őket.
Még egyszer tisztázó figyeljetek, jelenések 7-13-14-es igeversét felolvasom. Ezek, akik fehér ruhában vannak öltözve, János kérdezi fönn a mennybe, kik ezek? Kik és onnét jöttek? Kérdezi. Ez fontos. És mondanék neki, uram, te tudod, és mondd nekem, a Jánosnak. Ezek azok jöttek a nagy nyomorúságból. Hát már megint igével szeretném már leigazolni, jelenések 2013-14, hogy a nyomorúságból leszünk elragadtatva, nem a nyomorúság elől. Még egyszer hangsúlyozom. Magyarul mondom, aki magyar, az csak érti, nem? Nem a nyomorúság elől leszünk elragadtatva, hogy az rengeteg sok tanító ezt tanítja, hanem a nyomorúságból. Mert mi sem bírnánk ki, ezt írja az ige. És így még a másik ige is leigazolja, ugye a jelenések könyvében olvasom végig. Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, fehér ruhát kaptak ki, üdvözültek. És megmosták az ő ruháikat, megfehérítették a ruháit a bárány vérében. Átadtad a testedet az Úrnak, testedet, lelkedet, szellemedet. És ő megtisztít téged. És akkor lesz esélyed ott fönt. Akkor itt lesz vele. Figyeljetek ide, még egy igét mondok, amit összekevernek és összemossnak az emberek, hogy még erősítsük már meg. Ézsaiás 57:1 leírja. A veszedelem elől ragadtatik el az igaz. Ne keverd már össze a nyomorúságot a veszedelemmel, mind ahogy keverik a tanítók. Már mi a veszedelemben nem leszünk, amit majd a zsidóknak még kiköhéni, majd erről is tanítok, nagyon komoly lesz. Isten haragja kitörtetik. Kapásból fölt három része tűz. Következő csapás rá fél évre, a vizekre. Három része keserű lesz, abba pusztulnak emberek. Gondold, hogy ég az egész föld, víz sincs. Komoly lesz? Komoly lesz. Nem szeretnék itt maradni. Dicsőség Istennek. Szóval, kedves testvéreim, itt leírja még ezeket az igéket, felolvasom. Mert eljön az Úr, harcol azok ellen, a népek ellen, amint harcolt vala ama napokban, harcnak napján, és azon a napon olajfák hegyére veti lábait, amely szemben van Jeruzsálemmel, napkelet felől, és az olajfák hegye középen ketté válik, ott lesz a menekülés szaladás a zsidóknak. Kelet felé és nyugat felé, igen nagy völgyé és hegyé felel észak felé, fele pedig dél felé szakad, bizony eljön az Úr az én Istenem minden szentjével. Zakariás leírja 14. fejezet 3-5, de az Ó Testamentumban is a zsidók nem értettek ebből semmit. Meg. Továbbá. Ezekről is profitál pedig Énók Ádámtól fogva, 7. pont mondva, ime, eljön az Úr az ősok ezer szentjeivel. Jódás lennél. És még továbbá, és ez lesz a csapás, amellyel megcsapkodja az Úr minden népet, melyek Jeruzsálem ellen gyülekeznek. Nehogy az, hogy Isten azért hagyja az ő népét. És akiket elpusztítanak, az figyelj, az a vesztőben van, mert azt mondja az ige, hogy a zsidók Izsáktól származtatik. Onnét számolja az Úr az igaz zsidókat. Ábrahám áldékában van mindenki. Én azt tudjuk. Zsidóknak mondják magukat, de ők nem azok, a sátán zsinagógája, Jézus mondja. És a sok zsidó van, aztán csak a pénzre foglalkozik, a szabadkőmösek is zsidók, akik ki akarnak nyírni bennünket az egész világot, mert pénzéhesek, kapzsik. De ők nem azok. Figyeljetek. Szóval, Jeruzsálem ellen gyülekeztek. Megsenyved a húsuk, figyeld, és pedig amíg lábaikon állnak, szemeik is megsenyved a gödrébe. Az Úr ilyen fegyi fegyvert kiküld. Álló helyzetbe pusztulnak el, akik mennek a zsidók ellen. Te azt hiszed, Isten hagyja az ő népét. Hagyja, hadd szenvedjen, mert ők akasztották föl. Majd itt fognak csak fölébredni, hogy ez a Jézus kinyírta a 200 milliós hadsereget.
Kérdez ezt te, ezt a csapát, ez meg fog történni. Na mit gondolsz, mi mondja a fekete lóna, figyelj csak ide. Az olajat és a bort nem más. Meg átolajra zűtség lesz, nem a étolajról beszélő. Ha gondold el, 200 milliós hadsereg tankokkal, meg a modern fegyverekkel mennek, hát rengeteg sok gázolajra van szükség. És mennyire igaz ez, és napjainkban is leigazolódik, ettől hallottam, Orbán Viktor mondta, hogy nem engedik, hogy a üzemanyag 500 fölé menjen. De van szabályozva. Érzitek? Hogy mennyire a szentírás napjainkban minden térzelést tudsz, ha Szent Szellem által odafigyelsz? Nem értéked meglepetésképpen. Semmi. Figyeljetek. És azt mondja, megsenyved a gödreibe, nyelvük is megsenyved a szájukba, képzeld el ezt a pusztulatos halált, amíg a zsidók ellen mennek. Sőt, még Júda is harcolni fog Jeruzsálem ellen, figyeld az ördög milyen rafinát. Még a Júdát is beszervezi. Meg az is harcolni fog. És lészel, hogy akik megmaradnak, mind a ma népek közül, amelyek Jeruzsálem ellen jöttek, ez már az új földön lesz. Esztendőről esztendőre mind felmennek, hogy hódoljanak a királynak, Jézusnak, seregek urának, és megünnepelik a sátorok ünnepét, és behozzák oda vagyonokat. Ott aztán majd a zsidók átadőhetnek, ez a sok pogány harcos, meg a kótákat viszik befelé. Mert Isten így rendel. Testvéreim, több nem fér bele, mert szeretném még felolvasni ezt az igét, ami nagyon fontos, hogy értsétek. Azt mondja a zsidó 4-2 ige, szárad az ige. Mit értünk ez alatt, mikor az ige szárad? Az, hogy a Szent Szellem nincs ott abban a vezetőben, vagy tanítóban, vagy pásztorban, csak úgy mondja, röpködteti, mint a golyózóra. Fölhúzom, és akkor durraktatom, az jól. Száraz. Szóval nem tud a szívbe behasítani és elmélkedni ezen Szent Szellem által, mert szárad, nincs ott a Szent Szellem, nincs kenet benne, és így tovább. És a zsidó nép szárad a zsidó nép, nem véletlenül a zsidó levélben is íródik ez. És az Ézsaiás 37. fejezetet felolvasom, igenis még erre legyetek türelemmel, mert nagyon nagy tanítás nyomít le ez nekünk, ami azt mondja. Lőn én rajtam Úrnak keze, Ézsaiás proféta. Az Úrnak keze rajta van. Ha ők egy profétát a Szent Szellem meglátogat, az nem fog hazugságokat szólni. Hanem konkrétan jelzi, mi fog történni Jeruzsálembe 200 év vagy 300, ezek az igaz proféták nem össze-vissza hazudgálnak. Szeret az Úr, így szeret, úgy szeret, megyünk a ez hazugok. Figyeljetek. Úr szelleme keze rajta volt. Kivitt engemet az Úr szellem által, és letett engem a völgynek közepette, mely csontokkal volt rakva. Szóval a szellem által vitte ki Ezékiel profétát. És elvitt engem azok mellett körös körül, íme felette sok volt a völgy színén, s íme igen megszáradtak. Csontok. S mondta nékem embernek, fia, vajon megélednek ezek a csontok? És mondnék, Uram Isten, te tudod, ha ki a száraz csont, ki Szent Szelleme nincsen betöltekézve. Zsidó nép, itt konkrétan az Izrael feltámasztásáról beszél neki, hogy nem lesz ez így örökké. Zsidók se lesznek örökké ebbe a sötétségbe. A harmadik eljövetelk az Úr rendbe fogja tenni. Figyeljetek, menjünk tovább. És mondd neki, profétálj e csontok felől, mondjad nékik ti, megszáradt csontok, halljátok meg az Úr beszédét. Hát ugye, aki testtel nem hallja, van füle nem hall, van szeme nem lát, és ez a zsidók főképpen. Ha sok pogány is így van, persze, de ez most a zsidókról szól. Így szól az Úr Isten ezeknek a csontoknak. Íme én bocsátok ti belétek, szellemet, hogy megéledjetek. Kibe van élet és tűz? És kenem? Akibe benn van az rendszerben. Ahogy az apostolok írják le, azt mondta nekik, Úr Jézus Krisztus, nem egyetek sehol, se várjátok meg, míg atyám elküldi a Szent Szellemet, törtekezzetek be!
tűzzel erővel suttára barás inger a grosszapra. És akkor aztán mész ám neki a falnak is az úrkűt. Már keresztül mész rajta. Az úrral ez is előtörténik. Figyeljetek! S adok reátok inakat, hozok reátok húst, bőrrel beborítalak titeket, hogy betelétek szellemet, belétek szellemet, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Hát életre kelni, csak Szent Szellem által lehet, és ezt tanácsolom a önjelölt tanítóknak, hogy ne butaságot tanítsanak, ne zagyvaságokat, mert az embereket széles úton vezetik a pokol mélyére, hanem töltekezzenek be Szent Szellemmel, és majd az Isten kijelenti, hogy ezt hogy kell értelmezni. Mert fejből másképp értelmeded, Szent Szellem által megint másképp. Figyelj! És én profétálok, mint a parancsolva volt nekem, és akkor profétálok lőn, zúgás, ime, zörgés, egybe mennének a csontok, mindegyik csont és csontjaihoz. Mit jelentett? Úr Jézus Krisztus Izrael népét összegyűjti, és Jeruzsálemben lesz az összes. Csatáig mindenki. És ezt már tudjuk, meg lehetett hallani, hogy a zsidók költözgetnek haza. Mindenki ott lesz. Kérdele Isten, miket csinál, ha? Ott van arra több ezer kilométer alébb, az ott lesz. Az Úr akarata. Ennyi. És mondanéken, profétálj szellemnek, profétálj embernek, fia, és mondjad a szellemnek, ezt mondja az Úr Isten. A négy szelek felől jő elő a szellem, és leelje ezekbe, megölettetekbe, hogy megéledjenek. Mit mondod, igen? Az utolsó ítéletre mindenki föl lesz támasztva. Nem azt jelenti, hogy neki üdvössége lesz a bűnös gazember ott. Ott már nincs megtérésre lehetőség, mikor ott látja, uram, megtérek. Hát már késő, barátom. Profétálék, amint parancsolá, és belejük méne a szellem. Ki profétált, a szent profétán keresztül, szellembe lépett. És tudjátok, milyen érdekes Isten? Hogy ez már a szellemi világban megtörtént, de a földi síkon még nem. Mert itt már látta el a prófét, hogy belejük ment a szellem, fölé lettek. Hát a János is ugyanígy volt. A János is látta, hogy megtörtént, úgy írja a Jelenések könyve. De még nem történt meg ebből semmi, még Jézus visszasért. Igaz? Itt vagyunk? Itt. És mi nem az itt maradottak. Ne keverjük össze, jó? Menjünk tovább. És a proféta, amint parancsolá, és beteljesedik méne a szellem, megéledének, és állanak lábaikra, felette igen nagy sereg. A zsidók, mindenki, föl lesz itt támaszva. És mondanékem, emberek, fia, ezek a csontok Izrael egész háza. Izrael egész háza, apraja, adja, mindenki föl lesz támaszva. Íme ezt mondják. Elszáradtak a ti csontjaitok, elveszett a mi reménységünk, kivágattuk. Ha milyen egy Szent Szellemen nem betöltött ember, ilyen, hogy de nagyon szerencsétlen. Ha figyelj, én megyek a nevesbe, mondja ő, de akiben nincs Szent Szellem. De akiben van, az nem mond ilyet. Hát az Úr minden rosszat jóra fordít, igaz? Halleluja, dicsőség Istennek! Ha szeret bennünket, kérjed őtet, kérjél bocsánatot, holnod arányul és veleme. És betölt Szent Szellemmel. Amen. Ha velünk is ezt tette, nem? Nem is voltunk különben. Figyeljetek. És annak okáért a profétája, és mondjad nékik, így szól az Úristen, íme én megnyitom a ti sírjaitokat, kihozlak titeket a sírjaitokból, én népem, beviszlek titeket Izrael földjére. Mindenki fel lesz az utolsó ítéletre támasztva, ez majd egy következő tanítás. Még a pokol tüde is kiadja az embereit, meg a tenger is, aki ott fullad bele, meg ilyenek. Az ítéletre. Ha van jóra vagy rosszra, amilyen ember volt, ez majd a cselekedetek alapján lesz a legvégén. Ez, amiről most beszélek. Nem a Bárány könyve. Kettőt ne keverjük.
És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor megnyitottam sírjaitokat, és kihozzak titeket a sírjaitokból, én népem. Ekkor fogják a legvégén megtudni ezek a zsidók, hogy az Antikrisztusnak bedőltek, az megint azt lenyomott neki 2 évet, ez az utolsó 7 éves periódus. Első 3,5 év jó lesz, még a templomot is felépíti, jaj, de nagyon fognak örülni, be is dőlnek. Fel lesz építve. De még nincs felépítve a templom, igaz? Hát akkor még bele se léptünk a 7 éves programba. És össze-vissza mindenféle butaságot tanítanak. Már ez elmúlt, meg amaz elmúlt, mert egyszer a rómaiak már lerombolták a templomot. De annak a helyén az új templom megint fölépül. És nem értik. Figyelj! És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, megnyitom a sírjaitokat, hozlak titeket sírjaitokból és én népem, és adom én a szellemet belétek. Itt azt úgy átszületés lesz a zsidóknak. Ott a bevegy mindenkiben a Szent Szellem. Hát mindjárt másképp fog látni, kérdele, de vaklátó szemüveg leullik, és megnyitja a szemedet. Ó, akkor rájönnek a zsidó. Antikrisztus szerettük idáig. Hát ez az igaz Úr. Legvégén lesz, hogy mennyire látod, a próféta előre leírja, mi lesz velük. Na, hány? 1000 évvel ezelőtt. Igaz? Ezek az igazi proféták. Nem a mostaniak adódnak össze-vissza, így szeret az Úr, úgy szeret. Semmi nem történik, kismise, nagymise nem történik, semmi se. Pap is úgy jött ki a templomból, mintha mi sem történt volna. Na ez van mostaniak. Figyeljetek, és adom az én szellememet bellétek, hogy megéledjetek, és leteszlek titeket a ti földeitekre. Mert azt elvették régen, még a nevét is eltöröltek, és Palesztína volt. És a Bibliából tudjuk, hogy az Úr nekik adta a zsidóknak. Úgyhogy mocskos dolgot bűveltek a pogány népek, nem véletlenül az, az Úr osztotta őket azért. Figyelj! A ti földetekre, és megtudjátok, hogy én az Úr szóltam, megcselekedtem, és mondja az Úristen. Amen! A zsidó 4.12, az idő elszaladt, de még ezt figyeljetek, hogy olvasom, hogy mikor a Szent Szellemmel töltekezőben mi a különbség, mi lesz itt a zsidóknál is, ugye, mikor be fognak töltekezni, meg maga a pogány is, mikor újjá születik, Szent Szellemmel betöltekezik. És ezt akarom felolvasni. Olvasom, figyelj. Mi a Szent Szellem? Ki a Szent Szellem, mert ő is egy személy. Atya, Fiú, Szent Szellem, a hármasságban. Nincs semmiféle Szent Lélek, hogy sok butuska, régi, ótömlősök tanítják. Nincs ilyen farideusi tanítás. Nincs Szent Lélek. Szent Szellem van. Atya, Fiú, Szent Szellem. És te is hármas lény vagy. Van szellemed, van lelked és van tested. A szellemed, Prédikátor 12.7 írja, az fölkerül az atyához. Nem jelent az, hogy üdvösséget nyer, de az oda kerül. A lelked meg azért kell hitre jutni, írja 1 Péter 1.9, hogy üdvösséget nyerjen a lelked is. Ezt te harcolod meg, ez a hitemes harca. És van a testünk, az egy dolog, az a kabát. És aki Szent Szelleme betöltekezik, figyeld, mi történik itt. Mert Istennek igéje élő és ható. Ha azt beengeded a szívedbe, nem a buksitba. Ha a buksit beengeded, nagyon okos lesz, hogy növeled az egódat, hogy te okosabb vagy, mint a másik. Hanem a szívedbe engeded az igét, ami képes megmosni a te edényedet. Írja máshol az igét. Azt mondja, élesebb minden kétélű fegyvernél az igét. Akkor behasít. Az igazság. Éles fegyver. Az szétválaszt a hamisat az igaztól, ne félj. Azt mondja, elhat a szellemnek, rendbe teszi először a szellemedet, hogy jó legyen a te látásod, és a vevő készüléket tudjon működni, a Szent Szellem szól hozzád, Isten, a Szent Szellemen keresztül, a te szellemet tudja venni az adás. És nem az ördögét, mert amúgy az ördögét veszed. Figyelj! Szellemnek és a léleknek a lelkedet megtisztítja, a lelkiismeretedet, akkor a Szent Szellem rámutat, figyelj csak ide, hát ezt is becsaptad, ezt ide átkoztad, ilyen voltál, hazudtál, és akkor így a Szent Szellem rámutat a lélek hazugságaira, és nem érzed jól magad, megvallod, és akkor megszabadulsz ettől. Valljátok meg egymásnak bűneiteket, 1 János 1.9 leírja. Azt mondja, és akkor a lélek meg van tisztítva, akkor már úgy leszel, mint Úr Jézus Krisztusé jött az ördög, és azt mondja a tanítványainak, figyelj, milyen bölcsmondás volt. Jön ám az ördög, érted?
mondja a tanítvány. De nem talál bennem fogást. Makulátlan volt. Nekünk is annak kell lenni, figyeljetek. És még a testünket is ízeknek, velőknek megoszlásáig eljut. Még a tested is felserkenti, ha rákos beteg voltál, meggyógyultál, mindegy, milyen bajod volt, az est is. Beton erős lesz, még 900 évesen is. Hát ugye tudjuk a novéró, jó, annyi időnk nem lesz nekünk, de tudjuk azt, hogy 600 évesen át neki a bárkát építeni. 600 évesen, ahol nem volt sose víz, eső. Hát gondold, mondták neki, te lúgos futam, hogy csinálsz ember. Ha 40 napos vidék vagy 40 fokos melegségek vannak, csüt alap, te még bárkát csinálsz, hát normális vagy. Úr mondta. És 150 évig csinálta. Aztán, mikor kinyíltak a vízforrások alul is, belül is, bezárult a barka, mindenki ott kopogtatott. De jó van, mentek a zsűjesztőkbe, nem hittetek. Most is így lesz. Le van írva, hogy utolsó időben adnak, vesznek, hálasodnak, mint Noé idejébe, és se nem hallanak, se nem látnak. Elég ki újra születni. Hogy ne a pokolba ébredj fel. Na és akkor bezárom azt, hogy a megítéli a szívnek gondolatait, ugye? A szív gondolatait. Mit mond Jézus? Szívű szól a száj, igaz? Ha valaki cicc, meg stb. Még, akkor azt az ördögöt gyalult ki az életedbe. Hogy a te szádat, Efézus 4.29 csak építő szavak hagyják el. Áld meg őt. Ha nem volt erőt, hogy őszítkodódik, én meg megvártam. Hát hiszen te látszál vissza. Ez az áld. Azért mondja például, hogy az ideg szádban van az életed, szádban van a halálod. Tátkozódsz, akkor az te rajtad fog ülni. Szádban van az egészséged, szádban van a gyógyulásod, szádban van a betegséged. Már sok átok véget, jön a átok rád, és az előbb-utóbb betegség üli fel a fejét, mert az ördög költözik a szívedbe. Ezért tisztítja meg a szívünket is, a szívnek gondolatát, szándékait már megtisztítja. Nem csak úgy csinálsz, mennyire szereted, ott belülről meg átkodod. Sok van ilyen, ugye? Kedves testvéreim, ezzel befejezzük, kicsit elhúzódott, de nem ez a lényeg. Hanem a lényeg az volt, hogy a végére érjük, hogy ki az, mi az a Szent Szellem, amit nagyon sokan nem ismertek meg. Ezért vannak ilyen defektes tanítások, ami abszolút nem biblikus. Én szeretném hangsúlyozni, ha valakinek kimondom a nevét, én nem azért mondom, mert problémám van vele. Nagyon jó, szeretem én a Dombó Zsolt testvérünket is, megáldom őt, az egész gyülekedetét. Ha ő nézi ezt, akkor az igéket ellenőrizze le, és akkor felejtse el azokat a tanításokat, amik nem őnek igényleg. Megáldjuk őket, és mindazokat, akik követik ezeket a tanításokat, áldottak legyetek Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Halleluja, dicsőség Istennek.